Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. Pirkadat mai vendége... Hezler András, a Mazsi Hisz elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A beszélgetéshez azért leveszem ezt, jó, ha megengedi. Jó, köszönöm. De a távolság megvan. Az a fizikai távolság megvan, és meg is lesz, majd koronavírus után is, hogy az emberek betartsák ezt a... Így van. Másfél-két méter, nem is szociális távolság, az inkább fizikai távolság. Ma a kora esti órákban a független zsidó államban megszólalnak a szirénák. Félárbocra engedik a zászlókat, és emlékezni fognak azokra, akinek köszönheti az újkori zsidó állam megalakulását, létét, az áldozatok beleértve azokat, akik terrortámadások áldozati, illetve a harctéren haltak meg, és beleértve azokat a katonákat, akiknek földi maradványuk még nem tért vissza Izraelbe, de Izrael tovább harcol, hogy meglegyenek. Majd ezt fogja követni szerdán, újból megszólalnak a szirénák, és kezdetét veszi Jom Acmaut, Izrael 72. születésnapja. Mit tud erről mondani? Mit érez egy zsidó közösség vezetője, egy ernyőszervezet vezetője akkor, amikor a zsidó állam először emlékezik zsidó hagyományok szerint, és utána elkezdi ünnepelni 72. születésnapját nagyon érdekes körülmények között. A zsidó vallásban jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez egy nagyon fontos standard, hogy amikor bármikor valami örömünnepünk van, akkor nem feledkezünk el a szomorúságról sem, és a kettő mindig együtt jár, mint ahogyan az életben is együtt haladnak a dolgok. Csak egy példát hagyd mondjak, esküvőkkor, ami egy nagyon nagy örömünnep ugye mindenki számára, különösen a fiatal pár számára, a hártörés az az egykori szentélynek a lerombolását szimbolizálja, többek között, és így van Izraelben, amikor először a hősökről és a halottakról emlékeznek meg, és másnap pedig Izraelnek a szabadságát ünneplik. Tehát a két ünnep egymást követi, ez egy nagyon drámai forgatókönyv, és nem olyan régen, pont Jom Házikáron napján kint voltam Jeruzsálembe, és hát az tényleg valami döbbenetes, amikor megszólalnak a szirénák, és az utcákon megállnak az autók, megáll a villamos, megállnak az emberek, és mindenki emlékezik, mindenki emlékezik. Nagyon érdekes ilyenkor egy mérleget készíteni, hisz Izrael megalapítói között a II. Világháború után nagyon sok túlélő érkezett a zsidó államban, és szinte némán, nem mondva, hogy honnét jöttek, nem mondva, hogy mind mentek keresztül, építettek egy új országot. Nagyon sok közülük már nincsen közöttünk. Tehát amikor emlékezünk, akkor rájuk is emlékezünk, nem csak a zsidó államra, hanem azokra a magyar zsidókra, azokra a hősökre, akik még egy új országot felépítettek. Hát igen, és ugye nekem is vannak kint rokonok, és 48 óta vannak kint rokonok, tehát Izrael megalakulása óta. És ugye velük sokat beszélgettem, ott van köztük többek között a 95 éves nagybátyám, aki jó egészségnek örvend. Ő volt az egyike annak, akit belelőttek a Dunába, és túlélte a belelövését, mindenki körülötte meghalt. Szóval ők mesélték, hogy azért ez az elmúlt 70-75 év, ez micsoda küzdelemben zajlott le ott Izraelben, és gyakorlatilag Izrael a folyamatos háborúknak a helyszíne volt, hiszen a 48-as háború után az 56-os szuezi háború után, a 67-es hatnapos háború után, a 73-as szuezi, szintén Egyiptommal folytatott háború, nagyon nehéz abban 73-ban az... 73-ban egyszerre az összes környező ország megtámadta Izraelt. Értem én meg... 73-ban is. Igen. Igen. De nem jött el annak az ideje, hogy ön, mint egy ilyen nagy ernyőszervezetnek a vezetője, kezdeményezze, hogy végre Hanna Szenest, Izrael hősét, akit a magyar bíróság nem a legjobb körülmények között kivégeztetett, ha bár kivégzés az nincsen más körülmények között. Előtte megkínozták. Megkínozták, módon, nem tartottak be nemzetközi szerződéseket.
azóta egy újkori Magyarországnak a polgárai vagyunk. Én meggyőződésem, hogy a papírokon végigmentem, ha bár nem vagyok jogász, és úgy tűnik, hogy a magyar kormányról is lenne fogadókészsége ez. Nem lenne itt az ideje, hogy kezdeményezze, hogy teljesen mentsék föl Izrael hősét, illetve a magyar zsidóság mint a képét. A Hanna Szenesnek azért nagyon fontos a személyisége, mert hogy ő lehetne egy olyan közös hőse Izraelnek és Magyarországnak. Kevés ilyen van egyébként. Hát mondjuk Herzl Tivadar is. Hát persze, persze, Herzl Tivadar egy kiemelkedő alakja, lehet hősnek is nevezni, de mondjuk katona hősként a Szenes Hanna az azon kevesek közé tartozik, amelyik mind a két országban egy rendkívül elismert személyiség lehetne. Magyarországon Szenes Hannát azt nagyon sokáig szinte el akarták felejteni, de most van nagyon sok kezdeményezés, és mondta, hogy én, mint egy nagy ernyőszervezet vezetője, úgy gondolom, hogy mi támogatjuk ezt a kezdeményezést, hiszen civil szervezetek, akár a Mencs Alapítvány, akár a Mazsike kezdeményeztek. Bönébrit már a bíróságnál tart a kezdeményezést. És a Bönébrit, nehogy kifelejtsem, a legfontosabbat, mind a három szervezet a Szenes Hannával kapcsolatban kezdeményezett megemlékezést, emlékhelyet, sőt emlékévet is. Ma Mazsisz ezeket a kezdeményezéseket támogatja. Mi azt szeretnénk, hogyha rehabilitálnák, hisz ő egy magyar és izraeli hazafi volt. És akkor lépjünk tovább. Nem irigylésre méltó az, ami a SIP utcában történik, hisz mindenki otthonról dolgozik. Az alkalmazottok nagy része fizetésének egy részéről lemondott, hogy pótolják a kieső bevételeket. Hogy fognak talpra állni? Milyen lesz egy új világ kezdete, hisz ezután biztos egy új világ következik. Amikor megint visszatérünk a zsinagógákba, amikor újból minyenbe imádkozunk, amikor a rabbiknak a bencsolását nem egy képernyőn nézzük. Hallgattam az előző interjút, Németh Szilárd államtitkár úr mondta, hogy a kormány már a tömeges megbetegedések időszakára készül. Megmondom őszintén, mi nem szeretnénk készülni a tömeges megbetegedések időszakára, úgyhogy rendkívül... Ő úgy értette, hogy fel van készülve rá, ha egy igen, ilyen jönne. Igen. Nem... Ő inkább megnyugtatni akar, nem fenyegetni, nem pánikot kelteni. Rendben, én meg nem kritizálni akartam, csak elmondani, hogy a mi attitűdünk az, hogy megpróbáljuk megvédeni alapvetően az intézményeinket, és természetesen a közösség tagjait is, amennyit az erőnk enged. Nagyon fontos, hogy az összes szociális otthonunknál különleges intézkedéseket vezettünk be. A kórházunk már ezt megelőzően, már a kormányintézkedéseket megelőzően megcsinálta a különböző egészségbiztonsági intézkedéseit. Részben ennek, és részben a szerencsének, vagy mondhatom a mindenhatónak köszönhető, hogy a hétvégén leteszteltük mind a három szociális otthonunk teljes állományát, tehát az ápoltakat, a bentlakókat és a nővéreket egyaránt, és nem volt pozitív tesztünk. Ez egy nagyon nagy dolog, de még egyszer mondom, ehhez kell a szerencse is, hiszen ez a vírus a legalattomosabb módon be tud kerülni bármelyik intézménybe, és ezért nagyon fontos, hogy teszteljük ottan a bentlakókat, mert hogyha időbe elkapunk egy-egy fertőzöttet, és elkülönítjük, akkor meg lehet akadályozni a tömeges fertőzést. Magyarország kormányának van egy nagyon érdekes lehetőséget ad a civil szervezeteknek, és különböző szervezeteknek ezzel az 1%-os felajánlással az elmúlt esztendőben jól szerepeltek. Vajon ez idén hogy fognak szerepelni? Fog-e az önöket támogatóknak a száma nőni? Mert erről sokat meg lehet tudni. Igen, ugye ezt minden évben elmondom, hogy ez az 1% az egyházaknál, az egyháznak a legitimitásának egyfajta mérőszáma. Tehát nagyon fontos, hogy minél többen támogassák az egyházak felekezeteknek. De több zsidó egyház van, igaz, mindenki ugyanannak az örökkévalónak imádkozik, tehát ez megoszlik. Akkor ezt nem egybe kéne számítani? Hát, hogyha az örökkévalótól tesszük függővé, akkor a keresztény testvéreinkkel is egybe kellene számolni, mert mi
mindnyájan ugyanahoz az örökkévalóhoz imádkozunk, csak különböző féleképpen, de tény, hogy itt van egyfajta versenyhelyzet, és mindenki próbál minél több támogatót szerezni, mert még egyszer ez jelzi, egy számmal jelzi, hogy milyen támogatottsága van a közösségben annak a bizonyos felekezetnek. A többi zsidó szervezetek már régen, hogy pestiesen mondjam, nyomatják a kampányukat. Önök meg úgy tűnik, mintha még aludnának. Nem, szó nincs róla. Nekünk mondjuk úgy, hogy mi ravaszabbul oldjuk meg a dolgot. Mi most az aktivitásunkkal próbálunk kampányolni. Tehát a mazsi hisz ma rendkívül erősen ott van a zsidó közösségben, sokkal erősebben, mint a nem krízises helyzetben. Az Önébrit nemzetközi beszámolója szerint önök 100 önkéntessel próbálják megoldani a megoldhatatlant. Mennyire felel meg ez a Budapestről származó jelentés aktuálisnak? Jó, oké, most 119 önkéntesünk van éppen. Minden második nap leülünk, megnézzük az önkéntesünk helyzetét is, illetve megnézzük az igénylők helyzetét is. Most pillanatnyilag még mindig az a helyzet, bár a kettő most már közelít egymáshoz, hogy több az önkéntes, mint amennyi igénylő van. Miért? Mert a zsidó családok általában saját maguk segítenek az idősebbeknek, a rászorultaknak. Mármint akinek van. Akinek van, akinek nincs, egy nagy része holokauszt túlélő le van fedve a mazs által, és a mazs ellátja őket szociálisan, és van egy másik kisebbik rész, amit viszont a mazsi hisz lát el, tehát pillanatnyilag vidéken, és én végighívtam az összes vidéki elnököt, és végigkérdeztem, hogy van-e probléma, van-e ellátatlan ember. Ma Magyarországon nem tudunk, biztos van, de nem tudunk olyanról, olyan zsidó emberről, aki semmiféle ellátást nem kapna. Kedves nézőim, ha önök találkoznak egy ilyennel, aki ellátásra szorul, tegyék meg azt, hogy fölveszik a telefont, akár a Heti TV-be, akár a mazsi hisz elnökét is lehet hívni. Bocsánat, ha nem is engem, call centerünket hívják. És ha jó szóra van szükségük, azt is megkapják. Kedves nézőim és hallgatóim, az elmúlt negyed órában Heizler András, a mazsi hisz elnöke, és a World Jewish Congress alelnöke, és ha jól tudom, akkor az Európai Zsidó Kongresszusnak is az alelnöke. Alelnöke volt stúdiónk vendége, és a pontos idő 8 óra, és ha 8 óra van, akkor jön a mindentől független híradónk, amit természetesen az én zsidó szemüvegemen keresztül néznek, de higgyék el, objektívnak azért ez objektívabb, mint mindenki másé. A híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk!